Csá, csomi csődészt a csokolád és traktorkerék fürdve csatornál mindenkinek. Hát, Keeper vagyok itt, megérkeztem, ugye folytatjuk a Farming Simulator 2015 gyerekek. Hát azt akarom mondani, hogy mi ez a hely? Be kéne törni. Ott van egy erősítő gyerekek, legalább 200 wattos erősítő. Szerintem lehetne vele tolni a bulit ezerrel. Lopjunk Suzuki-t. Na. Nem lesz, nem száll be a Suzuki-be, egyszer őrület, gyerekek. Na, figyeljetek, jó, oké, befejeztem. Meg kellene nézni egy kis P betűt, mert szeretnék fát szállítani. Szóval ez egy faszállító videó lesz, gyerekek. Szerintem van egy külön kategória ennek, ugye? Jó, sejtem? Homokrakodó. Tudom, hogy homokrakodó. Na jó, oké, kaszállógép, szénaforgató. Na, menjünk sorba, mert úgy látom, hogy... Ipszab tartályok, gyerekek. Van itt minden, mint a bucsúba. Itt egy kaszahalógép. Bal, egy szénaforgató per, mert hol van? Ja, még van erre. Ó, láncfűrészek, gyerekek. Autók. Autók azok milyenek vannak gyárilag? Ez az egy. Jogú drága. Hát ez nem valami nagy erős dolog. Na, láncfűrész, 20 várna, gyerekek, egy 20-ves stíl nincs be. Mi van, ezért nem, megkulok, gyerekek, nem hiszem el. És minden egy 1000 dolcsi, hát vegyük már egyet, én 20 várnával akarok menni. 20 várnával. Jó, oké. Vissza. Erdészeti felszerelés, na erre még kíváncsi vagyok, gyerekek, jó? Mi van itt még? Elhelyezhető tárgyak, egyéb jószág. Jó, jószágot majd eszek, most nem vagyok tehén parti. Jéééé, nézzétek, egy ilyen bobcat, vagy milyen tökömnek nevezik ezt. Na, erdészeti felszerelés, mire lehet kell számítani? Mi van itt ez? Mi ez? Ez ne csinál. Ez valami rakodógép. Jó, nem ökörködöm el, gyerekek, de van, az, van egy nálam egy olyan szint, képzeljétek, de most vlogolni fogok, úgyhogy készüljetek arra is. Közben meg elmegyünk egyet Urallal csapatni. Nem Urallal csapatunk. Hey, Mari, már mindig meglátom itt a Marit, aztán már csapnánk a seggére neki rá, Dick. Jaj, Dicket nem szabad mondani a gyerekek, mert az már megint copyrightos. Azt se szabad mondani, hogy Dick, azt se szabad mondani, hogy az a suna, az annyira jól néz ki, gyerekek, nézzétek meg most. Őszintén itt, aki jön, ott, aki jön, mennyinek? Oh, baby. Hát az a nadrág. Na, jó, menjünk, figyeljetek, az a szituáció, hogy nyomjunk egy P betűt, azt nem egy P betűt, hanem egy I betűt, és akkor... Lépjünk bele itt a... Nem ebbe. És akkor annyit csinálok, hogy el fogok menni vissza megint. Tudom, hogy ezelőtt is voltunk. De nem. Hát ezelőtt igazából felderítettük a terepet, akkor csináljuk már azt, hogy hogy megyünk az Urallal. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy melyik járművel kellene elmenni, erdészkedni. Nekem ez az Ural, ez bejön. Kövezzetek meg, nem tudom, csapjatok a seggemre, de nekem az Ural az bejön. Hát ezt tudom, ez egy kicsit olyan buzis volt, jó. Csapjuk neki, gyerekek, tele van tankolva a verba. Szerintem mi az a Lower Track? X. Ilyen ezek a izék, ugye? Ez lenyitható izé dolog. Jó, lecsatolás. Jó. Megyünk az Urallal, gyerek, nekem az bejövős a téma. Kicsit spin tires lesz, jó? Spintire szezzünk egyet. Azért ennek a fordulókör ez mindig ilyen atom nagy volt. Oh, majdnem megtörtem a izén TS elnöknek a verdája, gyerekek, hát akkor kaptunk volna ezerrel. Na! Jelöljük meg a térképen, ugye mi? Spin tires-be, komolyan mondom, azt akartam. Hát igen, fel kéne menni jobbra. Itt balra, igen, oké, arra jó, hát szerintem jobbra kéne menni, az a legegyszerűbb útvonal. Ugye ilyen minimapot nem lehet kirakni, de ezt ott a minimap, de hülye vagyok. Jó, hogy észreveszed a negyedik részre, Keeper, papa. Na, húzzunk. Arra gondoltam, hogy a tempomatot kéne beállítanom nekem mondjuk egy ilyen 50-re, és akkor bekapcsolom, és akkor azzal a sebességgel szépen végig tudok gecegni. Nem kell szórakoznom ugye a gázadással. Ez egy, nem egy hülyeség, ugye? Bemegyünk-e a faluba és rácsapunk-e a Mariságére, vagy megyünk egyből instant a... Indexelni is kéne, tudom, igen. Már hát kiírtatok, hogy be kell csapcsolnom a villogót. Pedig ne azt írtátok, hogy a hommal, nem? Azt nyomtam, nincs villogó. Ja, de lehet, hogy nincs villogó. Aha. Akkor kapcsolhatod be, Keeper, mi?
Jó, megyünk fát aprítani. Közben itt fel, ide nézzetek gyerekek, ide lehetne teheneket izéni, letenni, vagy jószágot. Én izét akarok termeszteni. Vagy struccokat. Volt itt egy izé, volt itt a településen egy ilyen házas párt, képzeljétek, azok meg izét nyomtak. Emukat. Emukat és tojást adták el, nem tudom, hogy az nagy biznisze biztos nagyon megéri. Azt egy nagyon jó néz ki az az ural, nem? Nem tudom, mennyire lehet elakarni, egyébként írtátok, hogy el lehet, úgyhogy ne nagyon gondolja arra Keeper, hogy nem lehet, el lehet akarni. Kicsit megpróbálom betartani így a Crestnek a szabályait, nagyjából. Mondjuk, hogy maradjunk a jobb oldalán az útnak, meg ilyesmi. Meg mit tudom én, elsőségadás kötelező, ha már egyszer játszunk, akkor játszunk úgy, ahogy kell. Jó, emukat tartottak. Na meg azt akartam mondani, hogy nálatok nem szokott olyan lenni, hogyha bizonyos fáradtsági szintet elértek, akkor ilyen hiperaktívak váltak. Nálam ez rendszeres. Például ma is az történt, hogyha sokat beszélek, akkor elnézést kérek. Baszd, mekkora nagy búzatábla is! És ilyen domboldalas, tök jó, zalai tájas. Azt hittem, hogy nyúl futott át előttem. Na azt csináltam, ugye elkezdtem valaki látta lehet a vlog videómat, hogy egy ilyen mini stúdiót készítek, meg még ráadásul, hoppá, itt kell bevenni, ugye? Itt kell bevenni valószínűleg. Ezek a kérdések úgy látom, hogy ezek mindig újra termelő, nem tudom merre menjek, ezt vele lehetünk, gondolom. Ezért kellett volna ugye izében jönnem. Valami személyautóval. És azzal esetleg felderíthettem volna előre. Lehet, hogy azt csinálom, gyerekek, hogy egy kicsit ide leparkírozunk, és akkor jövünk a zsigával, és aztán kicsit felderítjük a dolgokat, jó van? Mert nem akarok itt belekeveredni, mint cigány gyerek a Usentrogerbe. Visszamegyünk a zsigához. Na, elfáradtam ma, de érdekes, hogy ugye tényleg van egy olyan szint az embernél, hogy na, zsiguli vagy. Meg kell tankolni, valahol van itt egy benzinkút, valahol hátul, vagy nem is tudom hol. Itt átmehettem volna mondjuk. Ja nem, itt benzik ott, jó. Úgy. Ez nem az? A másik az? Jó, az lehet, hogy ilyen mosó. Itt lehet lemosni, ugye? Ez nekem pénzbe kerül? Érdekes, nem bonja le. Ingyen tankolunk, gyerekek. Hogy? Különben ez a zsigoli, ez olyan szinten szarul irányítható, mint az állat. Nagyon gondolkoztam, nézegettem, ugaszt akartam berakni, de aztán olyan retek répa kinézete van az ugazoknak, gyerekek, hogy ezt el nem hiszitek. Mármint, és egy darab olyan ilyen autentikus ugaszt nem találtam, ami nem alulfelnő van. Hát én nem olyan járművel akarok menni, ami alulfelnővel izéjével felvértezve, hanem egy ilyen a régi típusú frankó ugazzal, de mindegy, ez a csapatunkkal, mint az őrültek, és akkor elmesélem, hogy mi a szituáció a mini stúdióval, ugye. Volt egy vlog videó róla, hogy most egy ilyen mini stúdiót szeretnék majd tervezni, vagy terve van, hát neki is álltam. Igazából össze van kapcsolva egy ilyen gardrop szoba projekttel. Az úgy van, úgy lesz megvalósítva, ugye, hogy itt el lesz választva a gardrop szobából egy hely, vagy a szobából egy rész, az hálószobából, és akkor azon kívül, azért ez megy, mint az őrült gyerekek, vigyázzanak el, mert itt az íven kell maradni, mint a Forma 1-ben, mert különben kisodródunk gyerekek. Nagyon szépek ezek a táblák, ezek a búza táblák. Hát igen, lehet, hogy rám fog rohadni a búza. Írtátok van ilyen csit, hogy... És ezt nem én csináltam, ez megcsúszott a senge az zsigának, gyerekek. Pedig még nincs is hó. Kirincsel előre közlekedők. Na, és akkor már én annyit csináltam, hogy itt elbontottam az előző szekrényt ma. Az az igazság munka, és képzeljétek el, munkaidő 3 óra, akkor végzek a munkával, hazajövök. Utána így szétbontottam egy ilyen komplett, nem tudom, ilyen beépített szekrényszerű, meg még ráadásul nekiáll a gameplayezni, aztán ilyenkor már az ott vagyok, hogy ilyen tényleg elmegyek ilyen hiperaktívba. Ha nagyon fáradt vagy, akkor nem tudom, te nem szoktál így lenni, de én szoktam. Oké, gyerekek, na itt van a izé. Hát ez nem volt egy hosszú út, ugye? Itt meg valamilyen táblát kidöntöttek. Nem tudom, mennyire lehet elakarni, jó van, én elmegyek erre, azt körülnézünk itt, hogy mit lehet... Gyerekek, hát itt valaki a láthatatlan ember itt csak. Autóval meg motorral nem nagyon szabad bemenni, azt írják, hát én megpróbálom, nem tudom. Nem tudtam, hogy ez ilyen van. Hát, bazze, gyerekek, én itt nem merek bemenni Verdával. Na jó, menjünk itt, megyünk. Jó, hát ez hülyeség volt, hogy idehozom én ezt a zsigát, aztán megyünk. De nem gondoltam, hogy itt van sár is, meg ilyen, és mi szokott lenni. Jó, kiszállunk, átszélünk az izébe, az uralba, azt jövünk. Mindenképpen szerünk fát, nem tudom, hogy kell.
Úgyhogy ha bénázok, akkor azt a sorry. És azt hittem, hogy a rúg a hátsó, hogy az izé... Azt hittem, hirtelen rúg a kocsinak a kereke, mármint a volt kocsinak, de nem rúg, hanem egyszerűen csak így megindul. Ugye elkezd pörögni ugye magától a tengeren. Na jó, oké, akkor húzzunk neki. Próbálkozzunk egy ilyen spin diagnosztos megoldással, hogy előről oldalról nézzük a dolgokat. Na ne baszál ki velem, gyerek. Gyakornánk itt. Igen, ugye itt nincs deformálható telep, ahogy látom a textúra. Van úgy megcsinálva, hogy ugye átjárható, és akkor úgy érzett, mint a sárba kerülne. De amúgy egész kellemes, egész kellemes. Jó, jó, jó meg van csinálva az út. Igen, és minthogyha sárosra is lenne megcsinálva, mintha egy picit így bele is lapultunk volna. Majd pedig én éreztem rossz. Ó, de nézzetek, ott például rendesen ez is vizes lesz. Hát megpróbálok felmenni körbe-körbe karikába. Azt izé... Vágunk, döntünk egy-két fát, nem tudom tényleg, hogy hogy fog megvalósulni. Oda nézzetek, gyerekek! Na. Korrekt a dolog, gyerekek, úgy érzem. Ajaj. A lendületet nem szabadna elveszíteni, szerintem. Ajaj. Jó, egy kis lendületet veszünk. A kerék közé vesszük ezt a... Úgy... Úgy... Jó, de nem gondoltam, hogy ilyen tök jó fizika van ebben a játékban. Különben. Na most merre kell menni? A Mari. Ja, hogy ide jöttünk csak el. És itt mi van? Ott fel lehet menni? Ez mi ez? Ott. Nem nagyon merek belekeveredni itt a dolgokba. Írtátok is az urala, vigyázzak, mert lehet, hogy nem nagyon tudok forgolódni. Hát próbálkozok azért. Valahogy kis jó kis tisztás nézünk, aztán kicsapok egy-két fát. Aha, itt van az írtás, úgy látom. Itt már dolgoztak a melósok. Jó van. Oké. Mit kéne csinálni? Jó helyen vagyunk, szerintetek? Szerintem följebb nem lehet menni, ott már vége a mapnak, ugye? Várjátok. Kiszállok, körülnézek gyalogosan. Előköpöm a stílt, nem tudom, hogy kell fűrészelni vele, de biztos. Kézeszköz aktiválása. X-re lehet nyomni neki, hozzá. Ez mi ez? Ez úgy van megoldva, hogy ilyen löszfal. Jó van. Hát ez mi történt? Itt meg felborítottak az óriások asztalát. Az már löszfal a javából, nem? Kicsit be is parázok, hogy itt borul rám mindjárt. Na, mindegy. Itt is egy ilyen valami. Mik ezek? Igen, miért tökre meg ezek? Mint valami kalodák, ilyen fa, kitermelős kalodák. Fel lehet oda menni? Megnézzük, gyerekek, körülnézek, hát kíváncsi vagyok, ha kiesünk a mapról és meghalunk, nem tudom, hogy létezik-e olyat, akkor szóval ide biztos vissza tudunk teleportálni attól még. Megpróbálok itt felvágtatni ezen a dombocskán. Ó. Hát ilyen, eddig eljön jönni. Ja igen, itt már szerintem ez már bajosan nem kellene erre jönni, de úgy látom, hogy ezek már csak textúrák. Szóval nem kéne kinyírni magunkat azzal, hogy kiesünk a mapról, vagy nem tudom, nem akarom megkockáztatni, bár szerintem ebben a játékban nagyon meghalni nem lehet, valószínű, hogy nem fog ránk támadni a Yeti, meg a zombik se, pedig aztán érdekes lenne. Biztos van olyan mód, nem? Hogy zombik vannak, nincs. Tévedtem, jó, oké. Ez mi ez? Itt vannak ilyen tönkök, jó, itt az izé. Hát próbáljunk meg dönteni egyet itt egyébként, kell figyelni, én nagyon sokat döntök különben, azt tudjátok. Mármint én ugye Zalába itt lakom, és én szoktam megszedni a... Vannak nekünk erdőink, és én szoktam megszedni a téli tüzelőt. Gondoltam egyszer rá egy olyat, hogy csinálok egy ilyen FPS nézetes, mint... és akkor meg kell nézni, ugye a legelső dolog, amikor oda lépsz egy fához természetesen, az, hogy megnézed, hogy merre húz. Ugye így alász, és akkor meg tudod nézni, hogy mondjuk ennek a teteje. Igaz, hogy a legteteje szerintem egy kicsit jobbra húz most, tőlünk jobbra, de a közepe meg balra, és ott az szerintem arra fog ez lőni. Na hát ez a valóságban ez így zajlana, utána megtisztítod ugye a térképet, behúkálsz neki egyik oldalról, másik oldalról meg elvágod. Ez így kéne lennie. Nem tudom, hogy ez hogy működik ebben a játékban. Hát próbáljuk meg, nyomok neki egy kövér gázt, aztán. Az meg ez. most kicsit. Hát nem tudom, egyáltalán nincs is lap ezen a gépen, én úgy érzem. Nem, ne arra ugyatok, de...
Ez van ezen lap? És ezt nem kéne elfordítani, vagy tököm tudja? Aha, ja, azért mondom. Ja, hogy hol, hol vágom már, jó van. Le lehet guggolni? Jó, hát nem izével orosz módszere vágunk, hogy így, hanem így, jó alul. Nem kell hókálni, vagy valami, vagy mi van itt? Érdekes, ja, és arra rölt, nézzétek. Vagy mindig arra dől, amerre, izé, amerre kezdem, mi? És ezt fel is kell darabolnom nekem? Na, azt mi a tököm? Ne, ha pörögjél, az jó, álljál meg, álljál meg. Ja, igen, hát úgy szoktam ugye, valóságban legalábbis, most hol, melyik, ja, ez a tuskót vágtam, jó? Hogy jó, egy párat ki szoktam dönteni, főleg különben mindig úgy szoktam csalni, hogy ugye az útra rá döntögetem, és akkor utána szoktam egy segítséget hívni magammal, Karit szoktam hívni, ő vele nyomjuk, és akkor gyors, mit tudom, kibadöntök párat, utána leágazom, feldarabolom, ő meg összedobja. Na, tényleg, és ezt nem kamúzok, nem így értek el. Egyébként szerintem itt most ebben a játékban csak úgy van, például hókázni nem kell. Ugye az azt jelenti, hogy egy ilyen ékalapot bevágsz egyik oldalról, és akkor a másik oldalról megindítod, és akkor arra fog dőlni, ugye az ék irányába, az kivágott ék irányába, viszont ugye arra kell figyelni, hogy folyamatosan kicséred a dőlő fát, nehogy felvágod, vagy felhasadjon, ugye nem egy nagyon bonyolult dolog. Viszont arra gondoltam, hogy... Igen, gondolom, hogy úgy működik ebben a játékban, hogy ahol kiér, arra fog dőlni. És egy kicsit csalom vele, rádöntöm az uralra, vagy meg arrafele döntöm. Megnézem, hogy most arra fog-e dőlni, vagy pedig inkább balra. Kíváncsiságból. Vagy itt tényleg itt is számít, hogy merre húz, de szerintem nem számít. Nem, itt úgy van szerintem, hogy igen. Ezek szerint itt úgy van, hogy... amerre... Éppen kiér a fűrészt, arra fog eldölni. Szóval ez nem egy olyan túl bonyi. Na nézzük. Ilyenek szoktak felidegesíteni, mert kettő fa összetelkod a valóságban egyébként. Tehát, hogy sokkal könnyebb különben, mint a valóságban, igen. Azért, amikor így vannál szórakozol? What the fuck? Hey. Ezt elvágtam. Várjatok. Mégis csak számít, hogy merre húz. Mi ez? Most miért állt meg? Hopp. Ajaj. What the fuck történik? Ez... Pazd meg, itt tényleg van fizika. Na, haze! Én azt hittem, hogy ez... Akkor csak mázim volt mind a kétszer. Mi történt? Ez most miért? Ez most mi? Oh my god. Deszkákból van áll a fa. Meg a levegőben van. Na most ezzel mit csináltam? Most az én hibám gyerek. No! Jaj, ez valami bug. Na mindegy, menjünk tovább akkor. Azt ki lehet vágni az ilyen tuskort? Nem, ugye? Még egyet kicsapok. Vagy lehet, hogy nem csapok ki, hanem inkább megnézzük akkor, hogy izé, hogy darabolni is kell, gondolom jobb gomba visszafordítjuk, vagy nem tudom milyen gomba, hogy így működik. Ha visszafele nem tudom, hogy lehet fordítani. Most ez nagyon eldőlt. Aha. Jó, hát nem tudom, mivel kell visszafordítani. Shift-tel vagy? Jobb gombbal fordult egyik irányba, de most még kell akar a másikba. Na mindegy, akkor így darabolom. Tök mindegy, milyen hosszúra vágom? Vagy mi? Egy kocsihoz függő réma van? Például nem ártana leágazni, nem tudom itt az, hogy működik, gyerekek. Bocsász. Például ez most miért nem akar megvágni sehol? Ja. Előbb volt rajta valami jel, most meg már nincsen. De hogy lehet visszafordítani ezt a fűrészt, bassza? Nem tudhat kilépni a menübe, ugye, mert akkor meg ide van. CVBE. A punk, ami most aztán nagyon rácsisztem. Megpróbáljuk alt. Jobb gomb. Ha jobb gombbal fordított el, akkor... Ja, hogy? Ja, jó van, oké, izével nem a jobb gomba is, akkor lehet... Tudom, oké, béna voltam. Na, vágjunk belőle. Levágjuk a tetejét? Ez kell nekünk? Vagy inkább fel kell darabolni? Hát ezt kettő belvágom. De itt miért nem engedi? És már megint miért nem engedi? Az előbb itt meg...
megjelenik egy ilyen szar. Megjelenik egy ilyen szar, de valamikor meg nem. Miért nem? Innen kezdem, akkor megjelent. Ügyes. Hát ez vicces. Na mi van? Most meg miért nem jelölik meg a hülyeség rajt? Ez valami bug vagy mi a tököm van ilyen? Ha nem jelenik meg, akkor nem bug el, ugye? Ó, gyerekek, már mi van már? Ez az egy van, ugye? Ez az egy fa. Jó. Meg itt is egy. Nem se jelenik meg az a hülye kör. Fajn. Komolyan mondom. Közelebb vagy? Mit csináljak? De én közelebb már nem tudok menni, már belebújok mindjárt. Na végre, ott van valami. Jó, elvágom ott, ahol tudom, komolyan mondom már idejét. Ez most kicsit felrand. Komolyan mondom, ez kicsit fel. Jó, fel akkor egész be gyerekek, aztán nem érdekel. De hát leágazás az nuku, nem létezik itt, vagy mi van? Oda nézzetek. És meg ott volt. Jaj, az meg annyira el kell találni. Na. Tényleg nem lehet leágazni, vagy mi van? Azt próbálgatom, hogy... Ez most ágazza? Jaj, de jó, azt nem mutatja, csak így kell, így rányomsz ott az ágakra. Jó, jó van, na jó, oké. Meg rájöttem, gyerekek, na. Jó, 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 hát még nem csináltam ilyet. De itt ezek, ez hol van itt ennek az ága? Na, ebből vágtam egy ilyet, figyeljétek. Na, mikor vágják? Oda nézzetek, vágtam egy ilyen hegyet rá. Király voltam. Akkor az ágazás az csak ennyi. Így tökörészni kell vele, jó? Na, végre egyet leágaztam. Ez tűnik van. Van egy ilyen valami. Jó, oké. Jó, haj, de jó. Na, jó, én ki akarom próbálni ezt a darut, mert már most agyfaszt kaptam ettől. Fú, na. Jó. Ez mi az G? Támasztó kihajtása. Nem tudom, hogy az mennyire lesz jó nekem, hogy ilyen hülye pozícióban vagyok. De szerintem annyira talán nem. Jó, oké. Okay. És akkor G. G. GG. Lecsatolás. Választott eszköz cseréje. Térkép átkapcsolás. Most mi a tököm? Hogyan kell ezt? Aha, itt lehet hosszabbítani, ezt mondtátok. Vagy ezt esetleg ugye ki tudom, mint egy ilyen hosszú röntpót kocsi rakni. Jó, oké. Okay. Ez eddig jó, és akkor G. Szerintem mivel lehet ezeket mozgatni, ezt a hülyeséget? Jó, támasztólávak felhajtása, nem vágom. Oké, megint támasztó kihajtása. Nagy jó. És akkor felül a muksó oda. Jó, működik. Jó. Mik vannak még ott? Jobb gomb. Oldalra mivel fordulsz, vaze? Ja, azt meg azzal mozgatod. Öcsém, gyerekek, ez nem egyszerű az élet. Oké. Okay. Ez eddig jó vagyunk.
De mivel kell kitolni, meg betolni? Az így. Oké, okay, és akkor jobb gombbal, lefel azzal ugye. Jobb gomb és lefel, jobb gomb. Aha, az anyár, úristen, itt bazzed, ez nagyon nem egyszerű. Jó. Bazzed, ez Sprintarsbe ehhez képest egy élmény az, az a mozgatás. Jó. Jó. Basszus. Anyát szeret. Csak mind a kettő gombot nyom le, és akkor így meg forgat. Így megcsíp. Jó van, oké. Okay. Hagyd csak még egy dologra nem jöttem rá. Jaj, így. Ja, csak egy irányba tud fordulni. Az anyád úristenit. Kösz, abban az irányba tud fordulni, azt a másik oldalt van lenyitva az a szar. Tök jó. Anyád. Jaj, ott meg fel van ágazódva, várjatok persze. Az nem igaz, nem gyenge vele, lesz itt problém még. Vágd már le. Én nem jövök rá azért, hogy kell ezeket leágazni. Tök nem reálisan mutatja, most itt hadonászik a levegőt, aztán ha mázlim van, akkor levágjadik. Például ez is? Ja, jó, oké, levágtak. Oké, most akkor megvagyunk. Jó. Így. Mindjárt jó leszek. Mindjárt gyerekek, várjatok. Most ezt tudom, hogy nem középen fogtam meg, de egy kicsit odébb kéne szűrölnem. És még mindig van rajt. Gyerekek, és még mindig van rajt ilyen hülyeség, itt van. Ez nekem valami bug. Nehogy ketté vágva az. Jó, oké, leesett róla? Jaj, nehogy ketté vág. Jó. Még mindig van rajta ág. Oda nézzetek. De hát legalább ott mutatná az, tényleg. És tudod, hol vágod? Ha az itt van, akkor ráadhatsz, ugye? Hát ez egy vicc, gyerekek, ez nem jó, ez nagyon bugos. Ez most ez nem jön be. Hát most nekem nem jön be, hogy az ilyen. Hát nézzétek, rajt van a fél növényzet, vagy mi az. De ugye nem tudod leszedni róla, most én ezt direkt kidledobom ide, aztán talán akkor valami lesz. Így kell ledobni, így. Oda nézzetek, rajt van egy ilyen, mi a tököm van rajt már, hát komolyan mondom. És ezt hogyan szerem le? Lehet, hogy belejövök jól lesz, de most ez például... Na végre. Végig kell menni szerintem a törzsön. Aha. Szerintem annyi, hogy végig kéne menni a törzsön, és akkor... úgy megpróbálni. Jó van gyerekek, minden oké lesz rám előbb-utóbb. Ezt is megtanulom, hogy úgy kell normálisan használni. Ezt akkor örömteli dolgok lesznek itt már. Jaj, te jó az is, Mária! Sanyi! Most jöhet a fik a gyerekek, hogy úúú, de hülye vagy. Ha nem tudod, hogy kell? Ha nem tudod? Ha miért nem tudod? Próbálkozok gyerekek, próbálkozok. És mind a kettő, és megcsíp. Olyan hülye van megcsinálom az irányítás. Valaki ezt értékeli, hogy így van? Jó, felemeljük. Amúgy legalább van fizika a játékban, csak azt nem vágom, hogy azt az oldalt miért nyitotta le, amikor ezen az oldalon kell pakolni, de jó, mindegy. Csak ezt most így, végfeljebb. És ez és működni fog a fizika, amikor felraktam, akkor is már nem lehet rögzíteni valahogy, mert ez érdekes lesz akkor. Érdekes lesz. Próbálkozok gyerekek, bocsi. Bocsász, mucsácsosz. Ezért kéne fordítani, azt meg így. Viszont azt a időt azt fel kell nekem hajtani. Várjatok, G.
És akkor ezt az X-et, ezt mi a tökömnek kellett akkor lehajtani, ha egyszer a másik oldalra tudtam csak fordítani. Apám. Szívatnak anyám, stop. Oké. Hogy ne. Jó lesz az előbb-utóbb? Inkább utóbb, mint előbb. Az anyád úristen, ezt így. Húzod, meg vonod, meg a tököm tudja, mit nem csinálsz már kinodba itt. Igen, oldala nem szabad, mert akkor az már más csinál. Persze. Hát itt valami, ezért nincsen valami másfajta felrakadás módszer, mert meghalok. Szívrom. Szívrom, dolgok, de dolgok lesznek gyerekek. Én elengedem itt ezt, mit szóltok hozzá? Mondom, elengedem. Ahogy? Na, engedd már el, vagy valami legyen veled. Ahogy. Istenem. Szívé, ez most ezzel mit csináljak itt? Én meg ezt levágtam, ezt a tetejét. Várjatok, nézzük meg, milyen hosszúra kell. Ilyen hosszúra kéne vágni. Ez jó volt. Ez jó volt, gyerekek, jó volt. Azt a rohadt ilyen, de na. Kapjuk elő a láncfűrésztet. Akkor végigfutok ezen a rönkön. Szépen nyugodtan, oda nézzetek. Elállom a csinja bingja. Rá kell jönni. Szórjál majd ezért, forgácsot. Nem nagyon tudja a készítő, hogy inkább fátra felszórja, nem előre. Na, elgasztunk. Á, így kell leágazni, hát tudtam volna a képe, papa már minden király lenne gyerekek. Na jó, húzzunk a francba. Előbbre. Vissza kéne rakni a támasztólábakat. Csak egy olyat, hogy a daru az ott marad. Ez itt nem fog lepottyanni az a rönk? Olyan instabilnak tűnik. Remélem, hogy nem. Jó, szerintem nem pottyanik le amúgy. Arra el tudok fordulni vajon ezzel a darúval? Megpróbálkozunk vele. Na, X. Jó vagyunk. Oké, és akkor G ilyenkor ugye? És akkor mehet. Most francokat mindig összekeverem. Aha. Ezzel itt beállítom. G. Megpróbálunk onnan. Honnan felszedni azt? Na most egy kicsit talán már rutinosabbak vagyunk. Egyébként, hogyha... Ne arra ugyatok, hogy én még ilyen rutintalan vagyok, de ugye most kezdtem, nemrég. Ezt nemrég fél órája kezdek, de próbálok ezzel működni. Na jó, csak nézzük egy ilyen nézetet. Volt nekem egy... Ja, hogy ezzel? Itt lehet, hogy jobban ugye az ember így el lenne. Például ilyenkor fordítani. Így lehet, hogy így kellene nyomnom. Lehet, hogy így. Aha, aha. Ugye jobban érzem magam, gyerekek, komolyan. Ahorra nézzetek. Aha, ez lehet, hogy nekem most így bejövősebb. Ugye nézzetek. Ez még rajta van az ág. Ez nagyon balesetveszélyes gyerekek, ezt nem szabadna szerintem így nyomatni. Így nem lehet teszedni, ha csak alulra lesz már. Oh my god. Nehogy hosszabb elvágja. Ahogy van, jó. Na jó, megcsináltuk? Oké. Okay. Hát kell egy kicsit hülyén néz ki ez a dolog, elég nehéz így navigálni. Na jó. Meg amúgy, lehet, hogy ezt... Ez most elég szar helyzetben van. Mert ez egy... Ez nem jó helyen fogtam meg.
Ezzel megpróbálkozok vele, meg kell fordítani, az még a rosszabbik dolog, mert ugye nem ártana, hogyha fordíró lenne. Aha, csak beleakad. Milyen fogtam meg, gyerekek? Talán elfordul? Az én van, akkor el tudom fordítani. Jaj, úgy, 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 még jó is lenne, még jó is lenne. Jó is lenne. Jó az, jó az, jó az, gyerekek, jó az. Mennyi fát kéne vinni hozzá? Sokat? Jaj, nehogy kies onnan, bazd meg, már mindjárt megőrülök a kóma. Na, valami távolítás téma legyen már, na. Mindjárt elengedem, elengedem. Csak jó helyre eső. Na, menj! Te Isten, abba az égbe. Hát ez nem hiszem el. Mari! Ez órakhoz, ez is miattad van minden, mert mindig keresni kell pénzt neked, mert elköltöd. Shoppingolsz. Ez a baj. Mari. Szóval itt szenvedhetek az erdőre. Mari. Másik irányba fordíts, mert kiesik onnan. Kipottyanik. Mi van, mivel akadtunk el? Úgy, most itt elengedem, ne... hogy, hogy... Úgy... Jó van, bazzag, nem tudom, mi történt, de remélem, hogy jó lett. Oh, concentration van, gyerekek, bocsász, hogyha itt egy kicsit nem tudok, mert azt sem tudom, mi történik. Hát én komolyan mondom, nem hiszem, hogy ezt megrak, aki megrakja, ezt aki megrakja, azt tudjátok mi, ez egy mazoista állat. Azt a rád. Kiszállás. Kéne vágni valami fát. Innen meg mi? Nehogy ma úgy kell kitolatnom, jól le lehet ott menni. Bazza, itt azért van fa bőven. Gyerekek, ami lesz, kitermelem. Hát itt igen, itt érdekes dolgok vannak, mert lehet, hogy aztán itt lehet vágni az alját, csak nem tudom, ugye. Nem, mert ez a levegőben van. Hát, ez lenni levegőben ez a fa. Az izéről kéne kivágni, az uralról. Jó, mindegy. Egy LKT-val lehet, hogy jó lenne így... lehet, hogy az kéne. Ez jó hosszú lett, gyerekek. Nem tudom odébb tolnia. Lehet, hogy azt kéne, hogy egy LKT-val kikközelíteni ezt a dolgot, nem itt rakodni, hanem kiúzni valami placra, mi? Hát itt is jó, oké, akkor mehet ez. Na, nem van az orosz módszer. Hoppá, igen, van fizika, bazza, meg is suszottam, hogy tényleg a nagykönyvben meg van írva. Jó van. Mindjárt megáll, aztán leágazzuk. Tuskónál szépen megállt, ahogy kell, gyerekek. Szépen akkurátusan leágazom. Álljön. Én nem azt sem tudod, hogy jól ágazol, csak annyi, hogy végig kell menni. Jó, hát én ezt nem tudtam, gyerekek. Mennyire bőg a fürény? Szállatok egyáltalán tőlem valamit? Gyerekek, le se vágom a tetejét, vagy lecsipjük a tetejét azért. Jó, hogy csak tetejét lecsipem szerintem. Ugye, ugye. Hú, ez jó hosszú. Még ráadásul vissza is kéne tovatni, értem. Ja, kéne valami kiközelítőgép. Szerintem ezt még fölimádkozom, azt megnézzük, hogy kell ledarálni, jó? Mert ez eszméletlen sokáig tart, gyerekek. Most még tolassak vissza, bassza meg. Az se egyszerű. Oh shit. Hát igen, egyenesen meg kéne próbálni visszatolatni. Aztán ezt a jó hosszút még földobom. Ó, oh, na ne viccelj vele. Na ne viccelj vele. Ebben a játékban a fizika, ez meglepően jó különben.
Hol van a dereka ennek a fának? Kb. Így talán meg tudom nám markolni. Jó. Oké, okay. Na, izguljunk rá a dolgokra. Szerintem egy idő után azért meg lehet szokni ezt a rakodást, csak legelőször egy kicsit furcsa. Ja, a támasztólábakat nem ártana kihajtani, közben akkor kinyitjuk, becsukjuk. Óra, nézzetek! Úgy szépen, elpörgetjük. Kicsit, lehet, hogy az alját kéne még jobban megfognom. Úgy, úgy. Egy kicsit kitoljuk még ezt a gémet. Tök jó, mert lehet tolni is kifele, látjátok? Csomó fajta lehetőséged van az irányításra. Na, bazd meg. Még azt hiányzik, hogy nem érek el addig. De el fogok érni addig. Szar helyen van ez a tuskó. Itt van pedig a közepe. Na nézzük. Jó. És megpróbálok rá emelek. Még egy kicsit rá kéne fogni. Oké. Okay. Jó, ez jó nehéz. Ez majdnem kiesik a... ezéből. Meg rángatja a gépet rendesen. Ó, oh, gyerekek, ez kemény fajta. Ez ne... ez nagyon hosszú, ezt el kellett volna vágnom. Mindjárt borítja a gépet, komolyan mondom. Ó, 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 igen. Ez nagyon durván nagy, nagyon-nagyon durván nagy az a fa. Egy kicsit kell fordítanom rajt. És akkor jöhet ez be. Megpróbálom beemelni. De bazza, a levegőben van az első... Tök jó az első futom, a levegőben van és himbálózik. Ez nagyon jó, meg van csinálva. Próbálok fordítani rajt, jó. Megint hozom egy kicsit. Mindig fordítani is kell rajt, ugye? Úgy. Megint fordít. Aha, és ez egész görbe ez a fa. Tök jó meg van csinálva, igen. És amerre hallgat, azt szokták mondani, merre hallgat a fa. Arra kell ugye szépen dönteni. Tök jó, nagyon jó meg van csinálva. Jól meg van csinálva a rendszer. Komolyan mondom, gyerekek. Azt kell, hogy mondjam. Ajaj, ajaj. Kicsit túl van fordítva már. Ó. Ez baró túl hosszú. Ez túl hosszú, gyerekek. Ó, ki kell emelni egy picit. Nagyon rányozza a gépet. Úgy. Szívedne le. De húzom egy kicsit magamhoz. Hát igen, megint ez a ledobás kellene. Az lenne a legjobb. Ó, de hosszú, ez olyan hosszú ledolg az alja, nem hiszem el. Tudjátok mit, ezt meg kéne fognom, rá kéne fognom a itt, és úgy kéne levinni. Na hát ezt nem tudom, hogy fogom ezt ledarálni egyébként, hogy hova tudom vinni. Most ezt úgy fogom csinálni, hogy ezt megfogom ezt a rönköt. Jó, ennyit vágtunk egyelőre, jó gyerekek, bocsász, de nem merek többet bevállalni, és erre a legfelsőre fel akarom, rá akarom rakni ezt a kallantyút. Hogy megfogom, és akkor megpróbálom lenyomni egy picit, hogy ne a levegőben legyen. Ó, ott meg kibudjant az egyik. Baj van, gyerekek, baj van, hol nézzük meg, hogy hol voltak, nem be kell vinni. Jó, mi van itt, gyerekeket? 9-es fatelep, szerintem oda kell egyébként. Nézzünk azért egy... egy ilyet. Jármű, térkép, birka, úristen. Hova kell vinni, azt nem tudom. Na jó, szerintem itt visszük ide a darálóba, azt az a tuti. Ja jó, oké, ettől féltem. Az meg leesett. Várjátok, van egy ötletem ám. Kicsit meg kéne nyújtani ezt. Ugye hosszú röntpótkocsinak kellett volna megcsinálni, nem ilyen közepesnek. Azt kellett volna, jobban ki kellett volna nyújtani, de szerintem most már el is engedhetném. Ezt, amit itt fogok. Úgy. Mivel most már ugye elég hosszú támasztás van, és azt az egyet felveszünk. Legközelebb természetesen az anyád úristenit nézzétek már megint. Természetesen legközelebb már jobban fog menni az egész. Hát bocsász, hogy ilyen kis béna vagyok. Tényleg nem egyszerű ezt kezelni. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Biztos nektek marhára megy, hát nekem azért elég nehéz.
Próbáljuk meg. És ki kéne tolni. Ahogy... Bazd meg. És egymást lelökik. Á, de nem lehet ezt fixálni valahogy. Na jó van, már menjünk már, már valami van. Nem hiszem el, most még megint kettő leesett. Szívrom. Ez a szar itt forog össze-vissza, ez a pörgetős akármicsoda és kipotyognak. Ez a hülyeség, ez itt pörög össze-vissza, ez. Ez. Lehet ezt forgatni, vagy valami. Ez csak ezzel ezt tudod húzni. Ez most már tök mindegy, ez meg el van csözve. Eddig lehet max kihúzni, hát most elrendezgessem őket. Hú, az meg. Elhalagudjatok, hogy csúnyán beszélek, de hát ilyenkor már az ember kezd így nézni, szívrohom közeli állapotban lenni azért, mert egyik kilöki a másikat. Na megpróbálom elrendezgetni őket, meg szemberek egyet. Ezt kellene először, és akkor ezt felhúzom teljesen eddig. Nekihúzom ennek az ütköző lapnak. Jó, nehogy már most meg, nehogy meg tudjam fogni. Így. Mind a kettőt megfogná, az se lenne rossz, de nem tudja megfogni. Jó, ezt most megfogtad? Mondd, hogy megfogtad. Oké, és akkor... Jó vagyunk. Koncentrálok, bocs, nem dumálok most. Ide neki kell ütni. Jó van, oké, eddig jó vagyunk. Egyik ez fenn van. Fenn van. Bazze, aki felrakja egy ilyen kocsit, az le a kalappal. Jó, most biztos egy idő után már tök megy. De nekem most nem megy. Ezt mind a kettőt jó lenne megfogni, kb. Egyforma helyen van a vége. Megpróbálom mind a kettőt, jó? Ilyen gyerekek. Hogy? Jó vagyunk, nem? Óvatosan, nagyon óvatosan csinálom, nem bírom ki, hogy már megint valami lehessen innen. Úgy, és akkor most... Te anyár úristen, itt azt! Úgy... Jaj, Istenem! És pont az van alul, amelyiket még fel kéne raknom, látjátok? Ez nagyon ciki, mert akkor meg most a többit meg fogja bolygatni. Na jó. Kicsit oldalra kéne löknem ezeket. Ahogy. Ahogy. Jó van, jó legyen. Ez meg gondoltam leesel. Jó, mindegy. Na nyugi van. Jó, ezt megpróbálom felemelni. Hát ha megint az lesz bazza, hogy leketetem bele az összes többit, akkor agyfaszt kapok. Megpróbálom a teljesen tövét. Úgy. És akkor óvatosan, hogy a többit ne ketesse le. Csak az a baj, már megint emeli azt. Látjátok. És azt kéne, hogy inkább ezt is húzom erre. Jó. Megint, gyere. Ne arra, bazd meg. Próbálom ráhúzni. Feljebb kell emelnem. És ide húzni. Feljebb emelni. Csak az meg leugorjon onnan. Húzni. Úgy, bazd meg. Édes Istenem, ennél abban zemzemettem életemben, bazz, ezzel a izével, ezzel egy ilyen játékkal, gyerekek. Ez tudjátok mi volt? Ez én nekem, most ez ilyen nagyon brutál, nagyon nehéz volt. Ne arra, hogy biztos valakinek ez úgy megy, mint az állat, de ez nekem nem ment most.
egy elsőre. Kihangsúlyozom, hogy elsőre volt ez ugye. Jó, ezt meg akkor ide vissza kéne csukni ugye. Daru támaszra. Valahogy. Hogy? Szerintem eltaláltuk? Így? Aha, jó helyen van. Oké, okay, jó van, gyerekek. Három darabot el tudjuk találítani. Talán nem fog leesni. Nézd, jó hosszú gyerekek. És ezt még úgy nekem nekegetett, nem? Ne vicceljetek velem, itt. Jó, visszavetjük a daru támaszt. Ja, nem voltam felhagyva, lehagyva. Jó, oké. Okay. Jó, hogy jut eszembe. Menjünk, menjünk, menjünk. Visszük a májusfát. Három darab fa. Hát de majdnem őrül, meg, majdnem megőrültem, komolyan mondom. Ez azért nem egyszerű volt, ez azért nem egyszerű, gyerekek. Készüljetek fel, hogy ilyet akartok csinálni, azért kössétek fel a gatyát. Ez valami, nem tudom, az MTZ nem tudom mi volt, lehet, hogy azon valami homlokrakodó. Azért bazve. Egyleg nem egyszerű. Ez eledre lehet tökölni. Most egy ilyen konkrét, egy ilyen rakást meg. De viszont iszonyat hosszúra hagytam, hát főleg azt az egyiket, azt nézzétek már. Az ott kilóg majdnem olyan hosszan, mint az egész izé jármű szerelvény. Nehogy tuskóra menjünk. Itt van valami lejárat? Itt kell volna lemennem, ne vicceljetek. Kamion? Itt kéne lemennem, gyerekek, szerintetek? Hát én nem fogok leférni, úgyhogy próbáljuk meg egyenesen. Jó, neki egy kövér gáz, mert itt sár van. Úgyni. Jó. Mi van ilyenre? Mi van erre, az? Mi van erre már megint? Ne vicceljetek, most megint feljöttem ide, nem tudom, biztos. Aha, itt viszont meg tudnék fordulni. De az a baj, látjátok, már megint leketetődnek ezek a izék róla. A rönkök, megpróbálok megfordulni. Jó, nem is baj, hogy... Ó, oh, jaj, de jó, visszatolja őket talán. Már egy fordulást akarok csinálni itt. Így. És akkor ugyanarra vissza, amerre jöttünk, le tudok menni talán. Rá kéne fékeznem, akkor lecsúsznának ezek, ugye? Úgy, lehet ezeket... Ezeket miért nem lehet izélni? Lerögzíteni most? Ha kéne vinnem valami nagyon messze, akkor mit csinál az ember? Most erre létszik valami... Tényleg segítsetek, írjatok valakit, hogy ez mi a megoldás, mert... Nehogy már mindig az, hogy így ráfékezgetek, és akkor így összerendezi őket. Ez nem megoldás. De viszont itt lehet, hogy le kéne mennem. Megpróbálunk lemenni. Fel lehet borítani? Biztos fel lehet borítani. Ez még frankó lenne, gyerekek. Viszont ez a májusfa, amit oda vágtam bele, ez a legnagyobb hosszúságú, ez brutális. Jó, nagy ívben megyek, nehogy elakadjunk. Bocsász, hogy tekerem a kamerát, mint az őrül, de ez nagyon jó egyébként, ez a ráfékezéses módszer. És gondolom, ugyanúgy csúszik lefele is, hátrafele is. Amikor így gyorsítok egyet, vagy akármi. Ez igazi szép, jó kis erdei terep, tökéletes gyerekek. Itt egy farakat, lol. Lopjuk el a fát, gyerekek, Angazsinak. Mint hogyha valami hangot hallottam volna. Kerék közé vesszük azt a jövőt, nagyon jól megyünk, szuper. Tök jó, nagyon tetszik az ura, nagyon tetszik minden. Csak ez, hogy nem tudod lerögzíteni azt a fát, amit már felraktál, az egy kicsit frusztráló. Ez igen. Na jó, valahol kijöttünk, hát valami talán lesz. Ezt jó szén van vágva a talaj. Ott még víz is volt, láttatok föl. Nem mertem arra elmenni, mert baj lett volna belőle. Menjél, bazza, menj, lecsúsznak, bazza, meg lecsúsznak. Lecsúsznak. Most ezt majd, hogy te... kerülj vissza, megőrülök, komolyan mondom. Megint ott is lecsúszott egy... Na jó, annyi nyílgázom, megpróbálok kivenni itt. Egy darab megint le fog esni, mert az már biztos nem fog oda visszakerülni. Te gyerekek, most őszintén, valaki mondjon egy tippet, hogy hogy lehet ezt rögzíteni, hát ez mekkora hülyeség, potyognak le össze-vissza a fákat. Valami lekötési módszer csaknak kellene lennie, nem? Jó van, elhúzgatottuk az összeset, már nem is érdekel. Menjünk. Fogyogja le. Esély le. Most ilyenkor nem esik le, figyeljétek. És nem esik le. Esély le. Légy szíves. Komolyan mondom.
végre. De jó, tök jó helyek. Tök jó ilyen erdei részek, Kaloda minden. Na jó van, srácok, én elbúcsúzom, most egy kicsit agyfaszt kaptam. Tök jó hangulatba indult minden, ez, ennyit mondjatok meg. Én elszenvedek a felrakással, én az nem is zavar. De... Miért nem lehet lerögzíteni, vagy valami, nem? És hogy kell lerögzíteni, vagy mi? Nincs semmi olyan. Ezzel meg ezt tudod csinálni. Közel fozod, vagy hosszabbítod. De hát ez, hogy nem lehet lerögzíteni, nem tudsz dombon menni vele, mert hátrafele lecsúsznak, az egy kicsit abszurd. Nem? Na mindegy, jó, elbúcsúzom, tényleg, köszi, srácok, hogy itt voltatok. Hát valaki, hogyha tudja ezt, erre a megoldást, hogy milyen járművel érdemes menni, fát szedni, mivel még rögzíteni is lehet, vagy valami normálisan szállítani, akkor az írja meg nekem, mert ez nem frankó, nem? Na, jók legyetek, sziasztok, várok benneteket a következő részben, addig meg tanácsokat kérek szépen, köszi szépen, sziasztok, jók legyetek!